Először is, mielőtt az évről beszélnék, azt szeretném elmondani mindenkinek, hogy a karácsony alkalmával a legfontosabb az, hogy a szeretteink között tudjuk tölteni ezt a pár napot. A szokásos karácsonyi frász után legyen időnk egymásra, legyen időnk szeretteinkre gondolni, legyen időnk az ő körükben tölteni ezt a pár napot, és a legfontosabb ebben a boldogság és a nyugalom, hogy ezt tudjuk elérni. Ha a közéletre gondolunk, az elmúlt egy évre, ha visszatekintünk Békés Csabán, akkor ha pozitívval szeretném kezdeni, akkor a decemberi történéseket venném előre, hiszen a főiskola kapcsán, amelynek aggasztó a helyzete, de egy olyan konstruktív vita volt a közgyűlésben, ami már nagyon régen hiányzott, azt gondolom, hogy ennek a testületnek, és hát ezzel vége is a pozitívumok felsorolásának, hiszen nem látjuk azt a párbeszédet, vagy eddig nem nagyon tapasztaltuk azt a párbeszédet, amire szükség lenne ahhoz, hogy Békés Csaba előre tudjon lépni, ahhoz, hogy nagyobb lépéseket tudjunk tenni. Rengeteg fejlesztésről hallottunk az idén, ha ezekből bármi megvalósul, akkor a jövő évben kezdődik majd el az a munka, amely segíthet abban, hogy még több új épületünk, új intézményünk, megújult intézményünk legyen. Én azt gondolom, hogy ezeknek a fenntartásáról is kell majd gondoskodnunk, hiszen az az érdekünk mindannyiunknak, hogy Békés Csaba egy fejlődő, hosszú távú perspektívával rendelkező város legyen. Nyilván a fejlesztések azok az elsődleges pontok, ahol, amivel a Békés Csabaiak is találkoznak, hiszen azoknak először a kellemetlenségét tapasztalják meg, ilyen volt mondjuk a vasút beruházás, utána pedig a pozitívumait, bár tegyük hozzá, hogy mondjuk fájó pont szerintem ebben az évben az, hogy az IC kérdés, a Békés Csaba Budapest közötti IC kérdés nem rendeződött. Fájó pont a főiskolának a helyzete. Fájó pont, hogy az öveges program kapcsán még mindig nem tudjuk, hogy kik voltak azok, akik kárt okoztak a városnak. Kistérségi ügyben nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Ezek olyan dolgok, amikkel foglalkoznunk kell, és azt gondolom, hogy a jövő évben is foglalkozni fogunk.